Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. A Magyar Falu program újabb elemekkel bővült. Mit lehet tudni a részletekről? A Magyar Falu program, én azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres program sorozat, hiszen több mint 5 évvel ezelőtt indult el, megújultak kis településeken, 5000 lélekszám alatti kis településeken, óvodák, iskolák, bölcsödék, szociális intézmények, konyhák, utak, járdák, és ez mindenképpen hozzájárult ahhoz, hogy a falusi emberek otthon tudjanak maradni, ne kelljen elköltözni, hiszen egy faluban ne legyen sokkal rosszabb minőségű élet, mint egy nagyvárosban. Hiszen látjuk azt szerte a világon, hogy ez tendencia, hogy az emberek a kisebb településekről egyre nagyobb településekre költöznek, hiszen ezért van már a világon 10-20 milliós gigapoliszok, nagyvárosok, mert megindult egy ilyen áramlás. De magyarul a kormánynak az a célja, hogy ugyanolyan minőségű legyen egy kistelepülési élet, és ez a Magyar Falu program hozzájárul. Most elindul egy nagyobb program, ahol utakat, járdákat fogunk felújítani és építeni, és azt gondolom, hogy ez is mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy az falun való lakás, ott élés az komfortosabb legyen, hiszen a falusi csok támogatja azokat a fiatalokat, akik egy kistelepülésen képzelik el a jövőjüket és családjuk jövőjét is. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is.